Mátra keresztes parkoló óvár vendéglőni. Hát egyelőre zárva van, ezt nem fogja használni senki, mert takarítanak. És akkor indulunk egy csörgőpatak szurdaföldébe, egy körbúrára. Nem nagyon hosszú. Vannak felhők, szép az idő itt, ami úton a piros jelzésen megyünk tovább. 2019. 07. Hát nem is tudom, hányodika van. 19-e van. Hát lassan úton érünk egy gyerekcsoportot, itt a piroson jövünk. Aztán... itt két irány be lehet menni, de úgy mutató nekünk a pirosabb írt. Egyébként udolyott az is. Ketté ágazik az után végén, találkozik megint. Egy hegymászó klub helyiség, egy fekete háromszög vezet fel. Itt. Akkor arra megyünk még kis tovább. Továbbra is a piroson, ami majd a patak mellett fog haladni. A piroson követ. Arra van ott lent a patakmeder, itt mellettünk egy másik út is. De nekünk itt a piros vezet. Hát egy kicsit bonyolultabb, hát vizet nem lehet hallani. Hát ez ilyen kinyírgős, kanyargós, dimbes, dombos. De mi edzünk a következő túrára, úgyhogy nem könnyítjük meg az utunkat. A gyerekeket valószínű ott viszik a lenti úton, ami szintén velünk párhuzamos a patak partján. Már csörög a patak. A csörgő patak. Egy kis erdei séta most. Szép az erdő. A patakot egy kicsit most elkerültünk. Csinál egy nagyobb kanyart. Hát mi a piroson tartunk tovább. Aki szeretne közelebb a patakhoz menni, az lent megy itt a lenti úton. Ez követi a patakot. Hát azt hiszem most itt lehet, hogy mi is lenézünk, ha be lehet menni egy kicsit közelebb. És akkor a patakra rátekintünk egy kicsit. Továbbra is jön a hegymászoknak kirakott magyas kőhöz a vezető, hát a leírás szerint. Itt lehetünk egy kicsit körülnénk. Remélem a piros azt nem fog nagyon elmenni tőlünk. Vissza tudunk menni oda. Most elmegyek. Hát most már láttak. Hatalmas kövek vannak itt is. Ezt a patakot. Potok. Oh, itt is építik valaki sziklatornyot. És jön a medve. Hát nagyon szép el is. Csörög, csireg, csörög. Hoppá! Itt egy kis vízátfolyás van. Valahol a hegyből folyik a víz. Itt már a piros is lejött a másik úttal egy szintre, és akkor továbbra is itt a sziklás patakmeder mellett. Van még benn vissza, nem is sok, de csordogáz, jó kis relaxáció.
madárcsicsek és nagyszerű, szép környék is. Magas partól. Mindkét oldalon is itt megjelentek azok a kiírt sziklák. A fák között, amennyire lehet látni, a baboly szikla néven említi a leírás. És akkor, ami ki volt írva ott a hegymászó klubnál, itt vezet fel a hegymászók, itt gyakorlatoznak biztos. Itt van az a táma. És hát itt van fent az a szikla. Ide értünk a Borcsa forráshoz. Szóval is vannak, és már tudom ott a partról, amiért kenték a magukat. Továbbra is vannak sziklák itt a végig az út mellett. Kabócák is nagyon zajonganak. Hát és itt nyílegyenesen vezet egy darab. Volna az út, bár egy oldalat, de úgy is jöttünk. Másik oldalat is menetek. És a patak továbbra is itt csörgedezik mellettük. Továbbra is vezet az Erdei út. Patakot most elkerültek. Nyílegyenes szinte itt. Nagyszerű, lehet érezni a cserfa illatát, törőnyben, de azt hiszem valami más, nem ismerem a fafajtákat. És egy erdőlakó, Beck, mozduljál, még mutassál valamit a kamerának. Hoppá, hát gyorsabban ugrál, mint gondoltam. Sikerült azért, ugye? Persze. Ott egy Mária útjelzés is van a fán. Hát azt nem tudom, honnan jött ide be, de most látom másodszor még csak. És itt valamelyre elágazik, azt hiszem, itt tájékozódni kell. Hát eléggé kemény út vezet arra, hát nem nagyon látszik járt út, de valami forrás is van arra. Hát ez az autógumi, hogy került ide, nem tudom. Itt van egy útjelzőtábla, ezt megnézzük. Itt több mindenki van ráírva. Itt tájékozódni kell, hogy merre menjünk, körtóra, hogyha elkeverjünk. Szorospata. Ágas. Ágas már. Szorospata kér, Mátra keresztes 2 kilométer. Na hát nézzük. Ide érkeztünk egy elágazáshoz. Balra elmegy a piros kereszt, Ágasvár felé, de mi megyünk tovább a piroson. Ágasvárra fogunk mink is felmenni, csak egy kicsi kerülővel. Itt 2 kilométer Mátra keresztes, Szorospatak pedig 6 kilométerre van. Ágasvár, az nincs kiírva. A Mária út is arra vezet. És akkor, amelyet jöttünk, elgődött egy kicsit. Meleg van, legyek is van. Szúnyogok. Ha valaki most jön, mostanában jön, hogy jobban meg kell.
napos részen rengeteg ez a fajta lepke. Viszont rengeteg a csalán, úgyhogy aki rövid ujjúba vagy rövid nadrágba jön, számíthat rá, hogy csípni fog. És ide értünk valami épített szikla kerítéshez, vagy kőkerítéshez, inkább nem tudom, mi lehet ez. A leírásban, amiben utána ezt az utat követjük, nem szerepelt. Hát itt közben egy zöld jelzés is jött arra, hogyha piros, lent a patak part mellett megy a zöld, akkor egy Mária út, egy japán forrás nevezetű Pásztó vasútállomás, Fallós kút, Márta kell szoros kapu 5,6. Most meg kell nézni, hogy itt merre megyünk, hát szép a terület. Itt a patak újra visszatért, ugye utána merre kell. Hát akkor egy kicsit visszatekintve csörgő szurdokra, itt valami japán kút fele vezet egy forrásjelzés ott lent, patak mellett, hát nem megyünk el, mert nem tudjuk, milyen messze kell menni. És itt viszont emelkedőbe kezdett az út, úgyhogy megyünk felfele. Változtattunk azt, a rutat aztán elhagyjuk, és akkor itt megyünk lent a csörgőpatak szurdok völgyébe. Mások is vannak, amíg látom. Meg egy csomó szúnyog. Kis harangvirág. Ha megnézzük, hogy erre meddig lehet elmenni. Hát reméljük sokáig. Jó az fel. Előbb vagy utóbb vissza találunk a vírusra. Találunk. Turistáknak megkérdeztük. El lehet menni a patak mellett. Nadregényes nagyon. Egy kis vizesés is itt. Így járt, és egy szurdok völgye, csörgőpatak szurdok völgye, legalább igazi szurdok túra vesz, mert hát az a piros turista út az egy kicsit unalmasabb. Én ez úgy nézem, nagyon látványos lesz. Valami madarat főzavartam, és méltatlankodik itt hát. Szóval érdemes lejönni itt a elágazásnál, ahol az előbb a tábla voltról ki volt írva a forrás, annak a neve japán kút. Hát ez itt éppen jelöletlen út egyébként, de valahol a piros újra vissza tudunk térni. Hát ez is Ágasvárig megy a előbbi. Ágaspár és két gyerekkel voltak itt. Kezd egészen vadregényes lenni. Lesznek hatalmas sziklák itt. Hát az út az nem olyan sima, mint fent a kocsiból, de ugye Magyarország 9 legszebb szurdok völgye között szerepel ez is. Hát igen, megérdemli a hatalmas sziklafal. Nagyon szép. Hát érdemes eljönni. Hoppá! Hát itten nem jó felejöttem, de majd visszamegyek. Hát aztán itt kanyarog jobbra-balra, az út
az nem egyszerű, mert nagyon kavicsos, meg kell keresni, ahol lehet járni. Úgyhogy a telep vad. Telep vizesésekkel. Elhagytuk a sziklátörést, itt már egy kicsit lankásabb a terep. Hát ottan meg kell nézni, hol él az ember. Na most itt akkor elhagyjuk a patakmedvet, mert mi nem arra fele megyünk. Aki teheti, végig mehet rajta, mi fölmegyünk a pirosra, mert mi Ágosvárra megyünk, erre is el lehetne jutni, el egészen ameddig a zöld nem csatlakozik melléje valahol arra följebb, de mi a pirosra szeretnénk menni, mert mi a körtúrára vagyunk. És ugyanaz a szurdok felül nézetből, van szemben a sziklafal, és vissza a pirosra. Hát akkor mégiscsak jó volt erre jönni, megtaláltuk azt a forrást. Már megnézem a nevét, és ebből még lehet vizet is inni talán. Ez a Vándor forrás. Hát elég szép a környéke. És akkor itt visszatérünk a pirosra. Itt van meg egy útjelző tábla. Mi merre? Szerintem mi tovább. Na itt ezen a izmos alsón kaptatóba váltott az út. Járható, de lába laut a kevegye, kavicsos, köves. Eljöttünk elve Csörgőjó barlang felé. Ha minden igaz, szerintem oda is értünk, igen. Lehet, le van zárva. Hát elég kemény az út itt. Arra lehet, hogy jobb lett volna, de hát már erre jöttünk. És itt a mély völgy. Na meg a legyek is a kamera előtt. Hát visszatértünk a Csörgőjó barlangtól. Bár nem lehet menni, de arra viszont sokkal rosszabb az út. Úgy néz ki, és hát eljövünk erre vissza. És akkor a piroson folytatjuk tovább. Nem ezen a barlangjelzésen, ami itt van a fán. Megyünk itt, amerről leágozik. Nem sokat, felmegyünk itt a hegy tetejére kávé, és ott ugyanúgy balra fordulunk, mint itt a barlang felett. Tartott az út. Gyerek hangokat hallani, egy Ágosvár fele megyünk most. Tettünk fel, ott az út vezet valószínűleg pásztorra. Itt az
és tovább az zöld, zöld négyszög, piros, és akkor itt megyünk tovább. Hatalmas fák között, nagyon szép az ég. Jó idő is van, friss levegő. Egy útjelző táblához érkezünk megint. Most tovább jöttünk itt a piros, a zöld és a zöld négyszög, valamint a Mária út is. Hát ezt gondolom át a Szent Imréről jön, vagy Buda megy, nem tudom. Ja, és itt jöttünk volna fel a barlang felől, csak ott volt egy jó nagy darabon, elég kemény, rossz út, ezt nem mentünk arra. És akkor itt a tábla. Patak 4,7, Mátra keresztes 3,3, Pásztorvasútállomás 12, Fallóskút 3, ja és itt a Csörgőbarlangnak a műsorra megyünk tovább. Megint elágazás, ez a Pásztorvasútállomásra szoros patak, de mi ezen a piros kereszten visszamegyünk Mátra keresztesre az autóhoz. Hát visszajöttünk. Ez kis körtúra lenne. Megyünk még tovább. Piroson. Szoros patak felé. Ez ugye Mátra keresztesre visz, de nem sokára oda vissza. Vissza patak mellé, és még nem akarunk visszamenni, ahol már ma jártunk. Itt megyünk tovább. Na, egy komoly útjelző tábla. Nem a régi típusú, hanem az új. Itt vannak kint Ágosvár déli oldala. Csörgőszurdok, Gyulabarlang, volt Csörgőmalom, Mátra keresztes, Szent Kutikában, Zsiványbarlang, Felsővizes és Mátra Szent Imre. Mind arra fel. De mi megyünk el fele tovább, ha meg kell keresni melyik úton. Jövünk emelkedően fölfele. De kerítés is van. És valami van itt, ami nyitva van. Hát, nem tudom, micsoda. Ágasvári turistaház. Hát itt van egy nagyon régi tábla. Fallóskút. Mátra keresztes. És elmegyünk elkerülő út a zöldön, és akkor később visszatérünk a pirosra, Mátra keresztes felé. Jövünk lefelé a zöldön, elmegyünk egészen piros, most nem kereszt meg négy szögig, és akkor onnan vissza a parkolóba. Pár kilométer eztán visszaérünk az autóhoz. Itt volt az Ágosvári turistaház, hát nem mentünk be, mert nem akarunk. És egy elkerülő út, itt írva ez a, nem tudom milyen, sok régi jelzés is fent van még a fa. Továbbra is gyötrünk erdőbe, lebesüt a nap, fények szépek. Mostan elkezdtek a madarak is csivitelni, jó kedvük van. De hát úgy néz ki most,
megint valami emelkedő jön. Még egy darabig itt bócolunk. Továbbra is a zöldön. Hatalmas kavicsok. Darabig eszem, melyik a zöldön. Nem végig, és majd bal oldalt becsatlakozik egy piros. És még azon megyünk vissza. Hát arra figyelni ki, hogy ennek erője az ember. Egész van legény is. Valami versenyféle vagy a túrát vezethettek itt nem régen, mert ki van még szalagozva néhány helyen. Egy kilátás. Fantasztikus. Arrafele. És megyünk itt tovább a zöldön. Még, vagy lehet, hogy még másonnan még jobb lesz a kilátás. Ez a kabóca még nagyon bele van merülve itt a dologba. Botladozok itt egy kicsit. Ott. És van. Nagyon párás a levegő, elő vagy utóbb. Az meg már lehet, hogy talán golyatető is. Most ott a távolban az előbb van Bátony terenye, Mátra verebé és a többi. Felnéztünk ki. Hát egy nagy kérdő van itt lefele. És akkor gyönyörű kilátás. Hát egy sas próbálok befogni. Sast próbálom, már volt, mikor sikerül. De nem egyszerű. Találni, hát nem kilódok vele tovább, egy-két pillanatra bevillant, és akkor ott továbbra is a Mátra hegyei. Jó van, ne kiabáljál, megkereslek. Hoppá, jó van, kifogyott. Na, az előbb a nagy madár kergetésben. Egy gyönyörű felvétel, csak ezek a legyek ne zavarnának ennyire, bögölj, hogy anya vagy egy Ágasvár. Arról felől jövünk. És hogyha minden igaz, az Bátony terenye, ez a település ott. És akkor ott a többi kis hegy. Hát elég homályos. Na, leértünk a piros négyszegre, ami elég ilyen széles erdészeti út egyébként. A zöldön lehet odáig menni, és akkor ott az is erdészeti út volt egyébként. És itt akkor vissza lehet menni már a keresztesre parkolóhoz, és akkor kész a körtúra. Egyébként több helyen meg lehet találni a Metelen. Facebookon meg egyébként. Na itt, lassan a vége fele.
Na, jövünk ki valahol. Itt valami forrásféle. Mert a víz jön belőle, meg valamit kővel körbe van rakva, de kiírva nincs semmi. Hát állatoknak jó biztos. Vizet inni. Disznótúrás is van, úgyhogy gondolom itt a vaddisznók is van. Mászkálnak bőven, mert tölgy. Oda vezette, mi a parkolóba megyünk. Az pedig vagy az a keresztesnek a külső részére visz. Egy kis lábkép. Közben beérkeztünk ide. Település szélére. Remélem jó helyen jövünk, már a parkoló miatt. Jó magas egyek vannak itt, hatalmas, és hát nem tudom mi látszik. És továbbra is a piros négyszöget, azt meg ráadásul azt hiszem itt vezet le. Tovább. És itt megjelentek a házok, hát eléggé jó meredek út vezet itt lefele. Ajaj, még a parkolóig, hát van vagy 50 méter, mi, hanem több. Most jó meredek, és rövidesen a műútra érünk. Itt óvatosan kell menni, mert hát itt nagyon meredekbe kezdett elkap. Ajaj. És csak a piros négyszögen figyelni kell rá, a több helyen el lehet kerülni. Remélem itt valami kis szerpentines rész lesz. Aha, itt van, jó. Hirtelen feszítés, és az autót is látom már. És akkor visszaértünk. Kivonulási pontra. Habók pince. Na, nem is láttad. Mátra velebé, Mátra háza. Tábla. És akkor megérkeztünk. És ott na, hát idáig busszal is el lehet jönni. Megkerülve vissza is lehet menni busszal. Időjárás nagyon szép volt, de maga a táj is, a környék is, ajánlom bárkinek. Csörgőbb van az Urdok-mely völgye, úgyhogy a következő filmig a viszontlátásra.